Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 Hannibal at the Gates kártágói kívásos végigjátszásomat. És itt maradtam ugyebár, hogy elvettük a Boi utolsó területét. És... ugyebár felvettek egy rakatnyi zsoldost, de nem mentek vele valami sokra. Oké. Várjunk, ha ezt a hadvezérét kiütöm. Majdnem. Na, jó van. Jóha, beszalás. Egyiknek se sikerült. Ez így biztosabb. Hannibal meg tudja csinálni. Jó. Te próbáld áttéríteni. Majdnem. És a Boyéról ennyit. Kell nekem egy új sereg. Hol lehet itt kikötni? Ez igen. Elnézést. Oké, srácok, folytassuk. Szóval, a Venetinek itt az egyik csapat, ott pedig a másik. Szóval Patavium az védtelen. Az a legjobb. És nyomuljunk előre. Ha minden igaz, még ebben a részben elvesszük Rómát. De azt Hannibal fogja elfoglalni. Nem sokára már aranygerendások lesznek a katonák. Oké, srácok, folytassuk. Készül a második seregem, vagyis egy újabb sereg, nem a második. Jó van, itt még ráérünk. Hát gyengék ezek a barbárok. Ó, várjunk, a Venetinek két serege van. Ja nem, ez az enyém. Azt hittem, hogy Veneti csapat. Egyforma ugyebár egy kicsit a zászló. Hm.
Ja, ó! Oh. Mi a fene? Pataviumnál még egész komoly csapatok vannak. Érdekes. Hát nem is tudom. Ezek a csapatok lezúznának minket. Hát, ha ezek kitámadnak és kitámadnak, tudja, hogy veszítünk. Egy sereggel leverni kettőt, plusz még a városi őrség, hát nem hinném. Ja, már jön is. Wow. Hát, jó van. Ó, már is itt a csata, és a térkép vége. Csata térkép. Várjunk, kikötünk a hajókkal valahol ott, és akkor minden oké. Húha, ott az ellenség. Mi a? Ó, itt jön az másik erősítés. Wow, itt jönnek. Ez a városi őrség. Nekünk annyi. Ne engedjük már a velitészeknek, hogy szétlőjenek. Kizár dolog, hogy megnyerjük ezt a csatát. Ennek a seregnek vége, kész, meghal. Várjunk, itt jön a városi őrség és az egyik erősítés is.
the wavering. Itt mindjárt még, vagyis ott jönnek be a csapatok, oké. Okay. A veszteség annyira nem érdekel. Azt hiszem még győzhetünk. Rómaiak nem olyan kemények, amilyennek gondolják magukat. A veszteség valójában nem számít. Ha győzünk, akkor jó. Ah. Hát ebből győzelem nem lesz, de csak azért, mert sok az ellenséges előcsatározó.
men flee the field of battle. This is a shameful display. Nem lenne ennyi előcsatározójuk, győznénk. Ah, fenébe. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ah, elmossák az embereinket. Pedig nem váltunk messze a győzelemtől. Tudtam volna, hogy hol jön az erősítés, másképp alakult volna. Ja, ez bukta. Na, fenébe. Ez ennyi volt. Ah, fene vigyel. Annyi az egész, hogy nem tudtam, hogy hol jön az erősítés. Ah, várjunk, Róma most győzött le először? Azt hiszem, igen. Na mindegy. Legközelebb három sereget viszek Karalis ellen. Ó, bakker. Oh, really? Bakker, ezt a szívást. Utolértek minket. Hát bár legyőzzük őket. Annyira nem lesz nehéz lenyomni őket, mivel csak Levi Freemanek. Thank you.
men are wavering. Az igen, nektek annyi. Azt szépen bekerítették. Ja, megvadultak az elefántok. Bár nem gond a veszteség, mivel majd pótoljuk őket zsoldosokkal. Próbálom elintézni a paritjásokat. Ha, egy elefánt meghalt. Köcsök hadvezérem elfutott. Még a végén veszítünk. Cavalry!
Nem bírják levágni az ócvornokat. Ugyan már. 40 pikás csak úgy elfut. Hát azt hiszem veszítünk. Ó, király. Az a baj, kettő van. Hát ez ennyi volt. Há, fenébe. Remek. Új, még 1500 emberem sem volt. Oké, akkor nem csodálkozom, hogy veszítettünk. Majdnem 4000-en voltak. Sirály. Köcsög. Oké. Leképzünk egy új hadvezért. Szép. Ez a baj, hogy itt már van egy római csapat is. Tudok felvenni etruszkán hoplitákat. Numidiai nobles, az jó. Numidiai nemesek azok jók. Veszünk fel majd még itáliai kartforgatót is, eljövünk ide, és veszünk fel etruszkokat. Transport.
Építsünk inkább másik fajta hajókat. Sőt, Kartágóban ezt átépíthetnénk egy ilyenre. És kapnák Assault Hexeres, Secret Band városi őrséget, és tudnák képezni Secret Band hajósokat. Az már valami. Jó, ez a sereg nagyjából kész is. Oké. Etruszkán hopliták. Vegyük el a következő körben Spoletiumot, és utána ti átjöttök Aretiumba. Csak még veszünk fel majd pár zsoldost. Na ja, két seregemet elverték, ez volt eddig a legnagyobb veszteségem. Ennél nagyobb veszteségem még nem volt, ugyebár két teljes sereg elvesztése. Ó, oh, oké. Okay. Felfedeztük a szamnitákat. Amúgy elefántos hadvezérek kellenének nekem. Nem is rossz. Miket vegyünk fel? Skutári lovast. Jó, akkor ti erre. Ez a város ki volt fosztva?
várjunk. Kéne pár hajót is még építeni. Oké, ahogy látom, a rómaiak gyűjtik össze a csapataikat. El kell költsünk némi pénzt befolyás szerzésre. Plusz adoptálásokra. Oké, remélem a rómaiak már be vannak szarva, mert azt hiszem, hogy be kell, hogy legyenek. Ah, hello, csapat Principész. Lehet megtámadja Aretiumot ezzel a sereggel, és még lehet, hogy győznek is, mivel... Bár nem. Nem hiszem. Á, itt van Róma. Innen indult minden. Bár Rómát fogjuk elfoglalni utoljára. Körbevesszük seregeinkkel, és el fogjuk foglalni. Ez durva lesz. Ó, bakker. Meg kell ez akkor. Vagyis hát valahogy úgy szeretném. Oké. Okay. Wow. Wow, az szép. Három sereg. Ez igen. Vagyis három sereg. Ez a sereg nem, ez nagyon le van gyengülve. Nem tudom, hogy hol voltak. Nagy valószínűséggel Rómának nincs elegendő élelme. Az is meg lehet. Reinforcements approaching.
Várjunk, hol jön az erősítés? Hát valójában a hátukba kéne, vagyis itt kéne érkezzen az erősítés, mivel ott volt a két csapat, de... Oh, hello, ott vannak. De ugyebár ez Rome 2, szóval... Lehet, hogy a sereg jobb oldalt áll ugyebár, de nagy valószínűséggel bal oldalt fog erősítésként bejönni. Ah, Soki Extraordinári. Hát, nekik annyi. Jó, ezt a kis csapatot koncoljuk fel. Kései líbiai hopliták. Hát az afrikai pikások mindenkit lenyomnak simán. Principészek, mi? Az erősítés az csak áll egy helyben, oké. Okay. Az igen, szép volt. Soki Hestati. Jó, azok gyengébbek, mint a normál Hestatik. Na mi van, jönnek ezek, vagy mi lesz? Várjunk, itt nincs is ellenség, szóval... Ti át ide. Az ijászokkal majd le kell lőni az ellenséges előcsatározókat.
Lőjük azért ezeket az extraordinárikat. Soki Equities, az igen. Bakker, szétlőnek minket az onágerek. Vissza. Az én hoplitáim lenyomják az ő principészét meg Soki Extraordinárikat. Én úgy látom. Irány ide! Tűz! Na jó, nem kéne megengedni, hogy a ballisztákkal ránk lőjön. Az nem lenne jó. Ha ide egy-két találat is bemegy, ez csúnya lesz. Inkább beáldozzuk a kártagói lovasságot, de a gyalogságot ne bántsák. Még mindig jönnek gyalogos erősítések, wow. Aha, itt is megindultak. Na jó, elég ebből íjászokkal.
Kerüljünk a hátukba. Hogy a két csapat ballisztás utánunk jött, lol. Ó, mobok, hogyan már? Ahogy elnézem, a kartágói hopliták erősek. Lehet látni, hogy győzelemre állnak ezek ellen itt. Ami elég érdekes. Igaz, hogy tapasztaltak és hoplita falban vannak. Hát már az íjászokat bevetjük, mivel ha nem muszáj, akkor ne halljanak meg értelmetlenül. De maradj már hoplit a falban. Na, megölnétek ezt a 10 embert. Tűz! Ó, az szép! Csúnya mészárlás. Ijászok vissza. Mi a fene? Hűha, megjöttek. Előcsatározók.
Lőjétek a hadvezérét! Szép! Lőjétek le a másikat is. Gnaeus Postumust. Érdekes nevek. Szép volt. Ah, feladták. Itt még vannak amúgy. Szétzúzzuk a rómaiakat. Ó, várjunk, ezek kezdik feladni. Jó lenne még a menekülőkből megölni párat. Ti mi az egyet csináltok ott? Ez egész jó volt. A hopliták elképesztő jól harcoltak. Azt hiszem egy csapatnak annyi, de nem biztos. De tényleg rohadt jól harcoltak a hoplitáink. Ja, egy csapat kártágói hoplitának annyi. Pedig valójában ez az öt ember nem futott el a csatából. De mégis elvesztettük őket.
Na, jól láttam, hogy... Oh, hello! Jönnek az... Szamniták, oké. Okay. Ó, megszereztük a ballistát, de nem kell. Kell egy csapat hoplita. Ezek nem kellenek. A Skutari az maradhat. Ja, hogy ez itt más provincia, értem. Á, besegít a római városi őrség. Oké, vegyük el Pisariumot, vagyis... Pisaurumot, de... Ez már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!